Sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen videót hozzak nektek el, mivel elég sok ideje nem volt már új videó a csatornámon, úgyhogy igazából arra jutottam, hogy egy ilyen igazi őszi hangulat videót szeretnék nektek csinálni. Így a mai videóban igazából ezt a tököt fogom elkészíteni. Úgyhogy ha van kedvetek és kíváncsiak vagytok, hogy hogyan is készül el egy ilyen virágos, tökös dekoráció, akkor tartsatok velem! Ahhoz, hogy egy szuper tökös őszi dekorációt tudjunk összerakni, először is elmondom, hogy milyen alapanyagokra lesz szükségetek, ezeket természetesen majd megtaláljátok a leírásban is. Először is ugye szükségünk lesz egy sütőtökre, ezt érdemes úgy kiválasztani, hogy minél szebb, kerekebb és épebb legyen, illetve szükségünk lesz többféle szép virágra, ezeket is az ízlésetekre van bízva, hogy milyeneket választotok. Én szeretem, hogyha minél inkább összepasszolnak a színek, így most ezt a pasztel rózsaszín és fehér árnyalatait választottam, de igazából teljesen vegyesen is lehet használhatok őszi színeket, bogyókat, terméseket, amiket csak szeretnétek. Amikre szükségetek lesz még kellékek közül, az egy ilyen vizes tűzőhab, vagy más néven oázis. Ezt majd be fogjuk áztatni, tehát vízre is mindenképpen szükségetek lesz ennek a töknek az elkészítéséhez. Amire még szükség lesz, az celofán, amivel majd szépen ki fogjuk bélelni ezt a tököcskét, illetve én le is fogom festeni, hogy egy ilyen szép bronzos, rózsgoldos valamilyen árnyalatot kapjon a tök. Úgyhogy ez ilyen fújós festék, igazából van rengetegféle festék, amit tudtok használni, lehet ecsettel is kenni, ez egy ilyen fújós verzió, szerintem egy picit egyszerűbb és hatékonyabb vele dolgozni. Szükségetek lesz még valami nagy késre, amivel fel tudjuk vágni a tököt, szükség lesz egy kanára, amivel szépen kiváljuk majd a belsejét, illetve ollóra, meciollóra, szikére, ez mind a virágokhoz kell majd tulajdonképpen. Jó, hogyha megvagyunk, akkor szerintem álljunk is neki. Ameddig majd előkészítjük a tököt, addig kezdjük el az oázisnak a beáztatásával a dolgot. Igazából erről csak annyit kell tudni, hogy az oázis szépen ráhelyezzük a vízre, nem nyomkodjuk, nem erőltetjük azt, hogy lesüllyedjen, hanem szépen megvárjuk, hogy magától elsüllyedjen a vízben, így elkerülhető, hogy kis légbuborékok kialakuljanak itt, tehát az egész oázis át tud ázni szépen, és fel tudja venni a vizet. Ameddig ázik az oázisunk, addig pedig lássunk hozzá ennek a csodaszép töknek az előkészítéséhez. Ehhez egy nagy késre lesz szükségünk, és nagyon ügyes és óvatos mozdulatokkal megpróbáljuk levágni a tetejét. Jó, hogyha ez megvan, akkor szükségünk lesz egy kanára, egy kis késre és mindenféle eszközre, amivel ki tudjuk válni a belsejét, illetve egy tára, amiben majd kiszedjük ezt a sok magot és mindenféle cuccot belőle. Na, hogyha készen vagyunk, akkor körülbelül egy ilyen tisztaságú tököt kell kapnunk. Érdemes minél jobban kitisztítani, hogy ne rohadjon be olyan hamar. Jó, a tetejét is szépen letisztítottuk, és hogyha mindez megvan, akkor kezdhetjük festeni.
Hát szerintem gyönyörű színe lett, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogyha készen van, akkor pedig jöhetnek a virágok lassan. Nyilván ennek van egy kis száradási ideje, úgyhogy most meg fogjuk várni, hogy megszáradjon teljesen a kis tököcskénk, és akkor kezdjük a virágokkal. Hogyha szépen megszáradt a tökünk, akkor egy cellofánra lesz szükségünk, ugyanis ezzel kell majd kibélelnünk, hogy ugye a nedves oázis ne érjen hozzá közvetlenül a töknek a belsejéhez. Egy kicsit így beleegyengetem, de majd úgyis az oázissal le fogjuk még jobban nyomni. Időközben úgy gondoltam, hogy lehet, hogy kettő oázisra lesz szükségem, és szerintem jó volt ez a gondolat, mivel ez egy kicsit szélesebb tök, ugye nyilván minden tök más méretű és más formájú, úgyhogy ez így nincsen erre egy tökéletes recept és módszer, hogy hogyan kell beleilleszteni. Én azt gondolom, hogy ez így egy kicsit magas lenne, úgyhogy a tetejét fogjunk egy kést, és szépen levágjuk, úgyhogy egy minimálisan azért kilógjon a tökből az oázis. Igen. Jó, és akkor a maradékokkal pedig, hogyha itt van még luk a töknek a belsejébe, akkor oda nyugodtan bele lehet még préselni egy-két darab oázist, hogy minél stabilabban álljon benne, és ne csúszkáljon el. Jó, és hogyha ez is megvan, akkor egy olló segítségével a felesleges cellofánt szépen levágjuk, hogy ez ne lógjon ki, és ne rondítson bele itt a remek művünkbe. Amit még érdemes itt az oázissal kapcsolatban megtenni, az az, hogy az éleit levágjuk. Ezzel is igazából azt segítjük, hogy majd a virágokat könnyebben tudjuk beleilleszteni, beleszúrni az oázisunkba. Úgyhogy ezt így csak így egy kicsit lefaragjuk. Semmi különös precizitást nem igényel ez a dolog, igazából tényleg ez csak egy ilyen minimális segítség lesz nekünk. Jó! Lehet, hogy itt még egy kicsit lejjebb faragunk belőle. És akkor, hogyha ez megvan, akkor az ízlésünkre van bízva, hogy hogyan dekoráljuk. Érdemes igazából így egy kicsit kilógatni belőle majd a virágokat, kezdeni a nagyobb fejekkel, ugye akár egy, mint hogyha egy boxot csinálnánk, és középre pedig igazából annyira én nem gondolom, hogy kellene virágot tennünk, hiszen majd rá fogjuk illeszteni a tetejét ennek a töknek, és akkor az úgysem fog látszódni, úgyhogy inkább érdemes az oldalát is egy kicsit kinyúlóan dekorálni, és akkor úgy fog ez mutatni. Mindenféle szezonális és kevésbé szezonális virágot válogattam össze. Az egyik kedvencem most a dália, úgyhogy őt mindenképpen szerettem volna beleilleszteni. Mégpedig valami főszerepet szántam neki. És akkor a többivel pedig majd szépen kiegészítjük. Természetesen az eukaliptusz ebből sem maradhat el. Ez nálunk ilyen családi alapkellék, úgyhogy ez mindenben jól mutat.
Na hát, nagyjából azt gondolom, hogy készen vagyunk. Most igazából ott fog kiderülni minden, hogy hogyan tudjuk ráilleszteni a tetejét, illetve amikor ráillesztettük a tetejét, akkor még meg tudjuk nézni, hogy kell-e alá esetleg még virág, van-e valahol lyuk, valahova kell-e még esetleg valamit tenni. Ezt a tetejét én megpróbálom hurkapálcával odailleszteni, ezt igazából csak így simán bele nyomjuk, és adunk neki, nem feltétlenül ilyen szögben, de adunk neki egy kis lábazatot, hogy ez szépen majd megtartsa ezt a tetőt. Azt hiszem, egy kicsit még fog. Na mindegy. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor szépen megnézegetjük körbe-körbe, hogy hol milyen. Itt például látom, hogy van egy kis hiány, akkor oda mindjárt majd kitalálom, hogy milyen virágot tegyünk be. És akkor szépen kicsinosítgatjuk és tökéletesítjük a tökünket. Na hát így készült el ez a szuper kis tökös őszi dekorációnk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, remélem, hogy tudtam egy kis inspirációt vagy ötletet adni, hogy hogyan dobjátok fel most így októberben a lakást. Úgyhogy, ha kedvet kaptatok, akkor készítsétek el otthon ti is. Küldjetek nekem róla fotót, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a ti tököcskétek. És hát, szép őszt kívánok nektek! Puszi, sziasztok!